Hatáskör túllépés. A Marosvásárhelyi RMDS szerint hivatali visszaélést követett el a kétnyelvű utcanévtáblák eltávolítását kérő Maros megyei prefektus. Medvegondok. Ismét terítéken a medvekérdés Székelyföldön. A helyiek megoldást sürgetnek. A szakminisztérium nem vesz tudomást a helyzet súlyosságáról. Szakemberképzés. Magyar nyelvű közigazgatási alap- és mesteri képzés indul a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemen. Köszöntöm Önöket a híradóban! Hivatalos látogatása Bukarestbe érkezett az Európai Bizottság helyettes főtitkára Jean-Éric Paquet. A brüsszeli politikus az európai jogalkalmazás romániai helyzetét vizsgálja meg a bukaresti hatóságokkal. Az európai szabályozások sok esetben tűnhetnek túlzott elvárásnak, ezek betartását sokan tekintik nyűgnek, és a brüsszeli intézményekre egyfajta hajcsárként tekintenek. Az Európai Bizottság helyettes főtitkára azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós jogszabályokat nem a brüsszeli bürokraták, hanem a tagállamok közös akarata hozta létre. Amikor az európai adminisztrációról beszélünk, az emberek hajlamosak azt ránk, az Európai Bizottságra érteni, esetleg más európai intézményekre. De valójában az európai adminisztráció nem más, mint önök, és az uniós adminisztráció, valamint egyéb uniós intézmények. Mert az európai törvények a tagállamoktól erednek, és innen fakad az alkalmazási kötelezettség országos és sok esetben helyi szinten is. A tárgyalásokon a román küldöttséget Rezván Horáció Rádu, az Európai Unió bíróságának román tagja képviselte. A jogász elmondta, Romániát eddig mindössze egyszer ítélték el kötelezettségszegési eljárás során. Azt hiszem, a legkevésbé büntetett tagállam vagyunk, ha szabad így fogalmaznom. Ez egyrészt a rendkívüli belföldi mozgósításnak tulajdonítható, és annak a tiszteletnek, amellyel a tagállami státusunkhoz viszonyulunk, másrésztről pedig az Európai Bizottsággal való szoros együttműködésünknek. Az Európai Unió bíróságának román tagja szerint ez nem azt jelenti, hogy minden rendben lenne és nincs egyéb teendő. Jelenleg is 40 kötelezett szegési eljárás van napi renden az ország ellen, de bízik abban, hogy a megfelelő intézkedésekkel a legtöbb esetében sikerül még a bírósági tárgyalás előtt lezárni ezeket az ügyeket. Visszavonták a kormányülés mai napi rendjéről a bűnügyi törvénykönyv és a perrendtartási törvénykönyv tervezetét. A jelenlegi kormánytöbbség egyik legkényesebb törvényalkotási kezdeményezése az Alkotmánybíróság keddi döntése miatt késik. A taláros testület ugyanis kimondta, a jogalkotó feladata alsó határértéket meghatározni a hivatali visszaélés bűncselekményének besorolására. Avem și o decizie a Curții Constituționale. Van egy alkotmánybírósági határozat, amely néhány napja született, és amelyet figyelembe kell vennünk. Én arra kérem önöket, vizsgálják meg, melyik az a leggyorsabb út, amellyel belefoglaljuk az alkotmánybíróság döntését a perrendtartási és bűnügyi törvénykönyv tervezetbe. Úgy döntöttünk, a mai kormányülés napirendjéről levesszük az eredeti tervezeteket, mert ezek nincsenek összhangban a mostani határozattal. Tudorel Toader igazságügyi miniszter közölte, a már elkészült tervezetet kiegészítik az új döntés előírásai alapján. Túlépte hatáskörét és törvénytelenséget követett el Maros megye kormánybiztosa, amikor a marosvásárhelyi magyar nyelvű utcanévtáblák eltávolítására utasította a polgármesteri hivatalt. Ezt állítja az RMDS Marosvásárhelyi ügyvezetése, amely az intézkedés visszavonását kéri a prefektustól. A kormánybiztos határozottan elutasítja a vádakat. A marosvásárhelyi Dózsa György utcában múlt héten kezdték el leszerelni azokat az utcanévtáblákat, amelyeken magyar felirat is szerepelt. Az RMDS marosvásárhelyi szervezete törvénytelennek tartja az eljárást és írásban kért magyarázatot a kormányhivataltól az ügy kapcsán. Az átiratában is, amit megszereztünk, az látszik, hogy nincsen törvényi háttere és törvényi jogalapja ennek a támadásának és ennek az utasításának. Ennek eredményeképpen a szövetségi ügyvezetéssel és a marosvásárhelyi RMDS ügyvezetésével is úgy döntöttünk, hogy a prefektust
arra szólítjuk fel, hogy határidőn belül vonja vissza ezt az intézkedését, és ha ezt nem teszi meg, akkor adminisztratív intézkedéseket foganatosítunk ellene. A prefektus többször is hangsúlyozta az utcanevek kétnyelvűségét szavatoló 2015-ös önkormányzati határozatot a prefektúra megtámadta, a törvényszék pedig jogerős ítéletében a kormánybiztosi hivatal javára döntött. A prefektusi hivatal betartotta a kötelezettségét, azaz törvényesen járt el, és biztosítja a törvény betartását egész Maros megye területén. Ezen kívül nem kommentálom mások nyilatkozatait, mindenkinek joga van álláspontot foglalni. De még egyszer, a kormánybiztosi hivatal teljes mértékben betartja a törvényeket. A Marosvásárhelyi RMDSZ vezetősége kilátásba helyezte, hogy amennyiben a prefektus nem vonja vissza intézkedését, hivatali visszaélés miatt feljelentést tesznek ellene. Komoly problémát jelent a medvekérdés Székelyföldön. A vadállat egyre több háztartásba tör be, és nem ritka az sem, hogy emberre támad. Nem csak a helyiek, Brüsszel is megoldást sürget. Székelyföldön talán nincs is olyan település, ahol a medve ne tett volna kárt a gazdaságokban. Tusnádfürdőn mindennapos látvánnyá vált, hogy medvék cammognak át a fürdőváros utcáin. A település polgármestere szerint óriási veszélyt jelentenek mind a lakosokra, mind pedig a turistákra, ezért sürgősen megoldást kell találni. Medvebiztos kuka rendszereket szereltünk fel a város egész területén, ezzel annyira távol tudjuk tartani a szemetesektől a medvéket, de ezzel nem tudjuk megoldani a problémát, hisz úgy látjuk, hogy egyszerre sokkal több medve jelent meg most a nyár kezdetén, mint eddig amennyi szokott lenni. A szakemberek szerint a medveállomány meg 7-szereződött, és ez olyan túlnépesedést jelent, amennyit a terület nem bír eltartani. Rafain Zoltán szerint nagyon nehéz teljesen távol tartani a településektől a medvéket, és az sem megoldás, hogy távoli etetésekkel próbálkozzunk. Szerinte ilyen túlnépesedés esetén kizárt, hogy távol lehessen tartani a medvéket. Két héttel ezelőtt az egyik erdész kollégámat kergette meg, úgyhogy itt bármikor elindulhat egyféle önbíráskodás is, ez nem oldódik meg valamilyen törvénykezése, hiszen nem azok kellene eldöntsék ma egy ilyen kilövési keretnek, vagy a medvéknek a kilövési keretéről szóló jogszabályt, akik csak a plüsmacit látták az ágyukon, hanem azok is, kik a természettel és a természetben élnek. A súlyos helyzetre már Brüsszelben is felfigyeltek, Bukarestben azonban még nem akarják tudomásul venni a helyzet fontosságát. Ezt Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának az elnöke mondja. Az Európai Tanács elnöksége, az Európai Bizottság és annak alelnöke, Frans Timmermans úr, illetve a Régiók Bizottsága részéről elhangzott, hogy a medve kérdés Romániában ma már nem vicc, és Brüsszel erre odafigyel, de egyértelmű visszajelzés jön Brüsszelből is, hogy ezt Bukarestben kell elsősorban megoldani, hisz Bukarest trucc politikát követ, és mindaddig, ameddig úgymond egy negatív akadémiai véleményre hivatkozva nem tesz semmit a környezetvédelmi illetékes minisztérium, addig itt az embereknek az élete veszélyben. A napokban Bukarestben tartják a nagyvadak és ember együttélésével foglalkozó Európai Uniós Platform negyedik regionális műhely munkáját. Borbély Csaba azt reméli, hogy itt sikerül előrelépni a székelyföldi medvekérdésben is. Magyar nyelvű közigazgatási alap és mesteri képzés indul a Bábesbolyai Tudományegyetemen. Korábban ilyen csak a szatmárnémeti és a sepsiszentgyörgyi kihelyezett karon létezett. Az önkormányzatok üdvözlik az intézkedést. Megkapta a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem a magyar nyelvű közigazgatási képzés elindításához szükséges akkreditációt. A képzés beindításának egyetlen akadálya egyelőre a kormányhatározat, amely az új programokat tartalmazza. Ez remélhetőleg július előtt megjelenik, mondja híradónknak Sós Anna. Az egyetem rektorhelyettese kiemelte, a közigazgatási mesteri képzés bármely alapképzésre ráépíthető, a beiratkozókat legkésőbb szeptemberig várják. Igen hasznos információt szerezhetnek azok is, akik esetleg valamilyen civil szervezetnél szeretnék az adminisztratív teendőket ellátni. Nyilván az alapképzésre is jó lenne egy olyan hallgatói létszámot megvalósítani, akik a továbbiakban, tehát végzés után közigazgatásban dolgoznak. A magyar nyelvet is ismerő közigazgatási alkalmazottakból jelenleg nagy hiány van, ezt Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke mondja.
Bár a törvény lehetőséget ad az anyanyelv használatára, a gyakorlatban ez számos nehézségbe ütközik. A magyar képzés során például szabatosan fordított formanyomtatványok is elkészülhetnek. Rengeteg olyan szó van, amit sajnos nem használunk magyar nyelven. Itt egy nagyon fontos szerepe van az egyetemnek, de ugyanakkor fontos szerepe van abban is, hogy minél több olyan közigazgatásban dolgozó személy legyen, aki mind a két nyelvet ismerje. És itt kiemelném azt is, hogy még akkor is, hogyha ez a magyar nyelvű oktatás elindul, és nagyon hasznosnak tartom, ez az oktatás ma már minimum három nyelvű legyen. Az önkormányzati vezetők azt remélik, hogy ennek a képzésnek köszönhetően a jövőben hozzáértő szakemberek dolgoznak majd a közigazgatásban. Korszerű, Hargita megyében egyedinek számító CNC marógépet helyeztek üzembe a székelyudvarhelyi Bányai János szakközépiskolában. A tanintézmény egyik osztálytermét alakították át szaklaborrá. A cél vonzóvá tenni a CNC gép kezelői szakmát. CNC marógép az udvarhelyi szakliceumban több éves állom és egyeztetés sorozat érett most be, mondja Szakács Pál István. Az iskola igazgatója szerint azáltal, hogy sikerült beszerezni a magas minőségű oktatógépet, vonzóbb lesz ez a szakma a városban. A teljes projekt több mint 340 ezer lejbe került, a legtöbb pénzt 170 ezer lejt a Betlen Gábor alaptól sikerült lehívni, de a megyei tanács és a helyi önkormányzat is hozzájárult a költségekhez. Vonzóvá akarjuk tenni a műszaki oktatást, akarunk egy jövőképet adni a gyermekeknek. És ilyen szempontból a CNC gépkezelő osztályindítása az erre tökéletes. Hiszen Székelyudvarhely, Hargita megye és egyben a Székelyföld egyik gazdasági motorja. Jelenleg Székelyudvarhelyen több CNC vezérlésű gép van, mint egész Hargita megyében és egész Kovászna megyében. Azt jelenti, hogy ez a mesterség nagyon keresett, és adok a szakemberek, akik nagyon jól értenek hozzá, rengeteg pénzt tudnak keresni. Az oktatógép üzembehelyezésével egy időben korszerű szaklabort is létrehoztak az iskolában, megvásárolták a nélkülözhetetlen programokat, számítógépeket, így a diákok széleskörű képzést kaphatnak. Szimulátorprogramban elkészítjük a programot, megírjuk a programkódot, beállítjuk a szerszámokat, majd utána, amikor a szimulátoron sikeresen lefutott a program és látja a tanuló, és az oktató is természetesen, hogy minden rendben van, tehát hogy a program működőképes és nincs benne hiba, akkor a következő fázisban át lehet vinni a programot a CNC gépre, a stargon megnyomásával végül is automatikusan elindul a munkafolyamat, a program ugyanúgy lefut, mint a szimulátoron, viszont itt már fizikailag a CNC gép végzi is a műveletet. Az iskola a következő tanév kezdete előtt szeptember elején 7 diáknak biztosít 2 hetes magyarországi szakmai felkészülési lehetőséget. A tanintézmény ígéretet kapott arra, hogy a jövőben egy CNC Esztergom géppel is bővül a kínálatuk, amivel már teljes körű szakoktatást tudnának biztosítani a diákoknak. Filmtörvény és képzőművészeti galéria. Nézzük, hogy miről lesz még szó a folytatásban. Tiltakoznak. Közel 1500 filmes kéri az államfőt, hogy ne hirdesse ki a filmtörvényről szóló kormányrendelet elutasítását. Művészlak. Az ország legnagyobb kortárs művészeti központját nyitották meg Kolozsváron. Kiállítóterek és műtermek kaptak itt helyet. Közel 1500 filmes kéri Klaus Johannis államfőt, hogy ne hirdesse ki azt a jogszabályt, amely elutasítja az ágazatban rendet rakó, még a Csolos kormány által elfogadott sürgősségi rendeletet. Az aláírók azt kérik, az érintett szektor képviselőivel folytatott valós tárgyalások alapján vizsgálják felül a jogszabályt. A filmesek véleménye szerint a most elutasított rendelet számos olyan kérdésben tett volna a rendet, amelyeknek a megoldását régóta kérte a filmes szakma. Elfogadása megfogalmazásuk szerint kulturális sürgősséget elégített ki. Ami a legfontosabb, az, hogy átláthatóvá tette volna ezt az egész támogatási rendszert, az egész pályázási rendszert, ami most egyáltalán nem az, tehát hogy még mindig ott kísértenek ezek a régi reflexek ebben a rendszerben. Teljesen más lett volna a támogatási rendszer. Az aláírók között megtalálhatók a román filmművészet legjelentősebb képviselői, köztük Tudor Giurgiu filmrendező is, aki leginkább azt kifogásolja, hogy a képviselők úgy utasították el a rendeletet, hogy vitát sem folytattak róla, az érintettek közül pedig senkit nem kérdeztek meg.
Egy éves előkészítés előzte meg a jogszabályt, és butaságnak tartom, hogy csupán azért akadályozzák most, mert a képviselők nem jutottak egyességre. Nem tartották fontosnak megkérdezni a szakmát. Úgy gondolom tehát, hogy az elnöknek kötelessége, hogy elősegítse a vitát, és küldje vissza a jogszabályt újra tárgyalásra. Ha nem így történik, mindent kezdhetünk előről, ami egy újabb elvesztegetett év 10 elvesztegetett év után. A Csolos kormány által elfogadott sürgősségi rendelet a filmgyártást szabályozó 2015-től érvényes kerettörvényt módosítja. Egyik fontos pozitívuma, hogy több lehetőséget kínál a fiatal filmeseknek, átláthatóságot biztosít a filmes projektek támogatásában, és előírja olyan projektek finanszírozását, amelyek a fogyatékkal élő nézők számára is lehetővé tennék a vetítéseken való részvételt. Az ország legnagyobb kortárs művészeti központját nyitották meg Kolozsváron. Létrehozói szerint a kiállítóterek és az itt alkotó képzőművészek számát tekintve is előzmény nélküli a kezdeményezés. A galériákban jelenleg neves hazai és külföldi képzőművészek alkotásait lehet megtekinteni. Számos kiállítással és nyitott műtermekkel, a hagyományos köszöntőbeszédeket mellőzve fogadta az érdeklődőket megnyitóján Kolozsvár új művészeti tere a központ. A vasútállomás épülete mögött található egykori hűtőgyárból kialakított helyszín az ország első kizárólag kortárs művészetnek és kultúrának szánt centruma, amelyet már teljesen be is laktak az alkotók. A telítettséget illetően már most a határon vagyunk. Egyességünk van arról, hogy amikor újabb terek szabadulnak fel itt, azokat is átvesszük, hogy bővíthessük ezt a közel 3000 négyzetméteres központot, azért, hogy másoknak is helyet tudjunk itt biztosítani. A 4 emeletes ingatlanban 5 galéria, 4 projekthelyszín és 3 rezidens programoknak helyet biztosító tér található, illetve 24 műterem, ahol több mint 30 képzőművész, dizájner és tervező alkot. Az új térrel sokan voltak kíváncsiak. Különböző emeletek, különböző hangulat. Az is nagyon izgalmas, hogy nyitva vannak a művészek műtermei. A központ kezdeményezői 2016 végén váltak ki az ecsetgyárból és költöztek át ide, ahol közösségként egymást támogatva szeretnék tovább gazdagítani a város kulturális életét. Próbálunk itt úgy együttműködni, hogy ne érezzük magunkat kihasználva, egymás által kihasználva, hanem pontosan az, hogy megbeszélünk dolgokat, átadunk információkat és átadunk kapcsolatokat, az megerősít. A megnyitó egyik érdekessége Kriszti Pulyó, a román új hullám egyik legnevesebb filmrendezőjének az első fotókiállítása volt. A Sierra Nevada egy fényképválogatás. A fotókat a rendező az Azonos című filmjének utómunkálatai során készítette. Szerintem ez a hely nagyon látványos, és nem csupán Románia szintjén kiemelkedő. Úgy vélem, ez egy rangos intézmény. A kortárs művészetekre fókuszáló intézmény megnyitóját a vasárnapig tartó 16. Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál partner rendezvényeként tartották meg. Bemutatták Marosvásárhelyen Novák Csaba Zoltán, Holtvágányon a Ceausescu rendszer magyarság politikája 1975 és 1989 között című könyvét. A szerzőnek a magyarságra nézve rendkívül érzékeny információkat sikerült napvilágra hozni. Zsúfolásig megtelt a marosvásárhelyi Bernádi Ház Novák Zoltán történész könyv bemutatóján. A Ceausescu rendszer magyarság politikája, amelyről a szerző ír, ugyanis egy kevésbé kutatott időszak. A szerző a közelmúltban még titkosított dossziék, levéltári dokumentumok birtokába jutott, amely lényegesen segítette a munkáját. Az 1975-1989 közötti évek kutatása viszont korán sem egyszerű feladat, mondja Fodor János történész. Tehát nehezíti az, hogy nyilván nagyon sok érzékeny információ is napvilágra kerülhet, ezeket folyamatosan szűrik, viszont könnyítő dolog az, hogy tulajdonképpen a kötet által az olvasó most már ezekkel megismerkedett mindenféle szűrő nélkül és magyar nyelven. A könyv szerzője kiemelten figyelt a román pártvezetés magyarság politikájának a feltárására, és valóban érzékeny információkat közöl az olvasóval. Megpróbálta integrálni a magyarságot kollektív entitásként, különböző kulturális jogokat adva, de ezzel aztán szakította a 70-es évek végét a 80-as évektől, és a
sajátos útra tért a szocialista táboron belül is, és a homogenizáció jelszavával megpróbálta etnikailag is asszimilálni az erdélyi magyarságot, leépítve az erdélyi magyarság kulturális intézményrendszerét szinte teljesen a 80-as évek végére. Novák hangsúlyozta, a könyv megírásának a szándéka egyértelmű volt. Arra kereste választ, hogy az akkori román hatalom hogyan határozta meg az őshonos nemzeti kisebbségeket. Úgy véli, ha nem is minden kérdésre, de sok választ kapott, amelyeket az olvasókkal is megoszthat. 30 szemét evakuáltak ma hajnalban Marosvásárhelyen, miután egy étterem kigyulladt. A tűzesetben senki sem sérült meg, de a 330 négyzetméteres helyiség teljes mértékben leégett. Ezek a felvételek ma reggel készültek Marosvásárhelyen. A Tudor lakónegyedben kigyulladt egy étterem. Ezeken a képeken a tűz által okozott pusztítás látszik. A tragédia okát nagyon hamar megállapították a tűzoltók. Ez a hűtőszekrény okozott rövid zárlatot, melynek következtében az étterem leégett. Szemtanúk szerint a füst az egész tömbházat ellepte. A leégett étterem látványa a járókelőket és az itt élőket is megállítja, illetve elgondolkodtatja. Sükösd Gergely az étteremmel szemben levő tömbházban lakik. Ő az első füstfelhőtől követi az eseményeket. Fél hétkor jöttek a tűzoltók, akkor láttam, hogy éven is láttam, betörték az ajtót, bement és rögtön oltották. És nagy volt a füst. És ahogy beütöttek az ablakat, rögtön kiütött a lang. A tűzoltóságnak több mint 4 órás munkát adott a tűz. A tömbház első és második emeletét is ki kellett üríteniük. 3 járművel és 2 tiszttel szálltunk ki a tűzeset helyszínére. A tűz tovább terjedt, ezért további 3 járművel siettek a segítségünkre. Az oltást nehezítette, hogy úgynevezett teljes lángba borulás következett be. Ennek során a lappangó tűzfészektől az oxigén hatására a helyiség összes éghető anyaga egyszerre gyulladt ki. Ilyen szok a labdarúgó pályán, sporthírekkel folytatjuk. Igazi csemegét ígér a szurkolók számára a szeptember elején rendezett kosárlabda Európa-bajnokság, amelynek egyik selejtező csoportját Kolozsváron játsszák. A nézők ugyanis 10 NBA játékost láthatnak élőben, ilyenre Romániában még nem volt példa. Horvátország keretében 6 NBA játékos található. Mario Hezonja, Orlando Magic, Bojan Bogdanovic, Washington Wizards, Dario Saric, Philadelphia 76ers, Damian Rudess, Orlando Magic, Dragan Bender, Phoenix Suns és Ivica Zuhac, Los Angeles Lakers. Spanyolország csapatában Pau Gasol, San Antonio Spurs, Öcse Mark, Memphis Grizzlies, továbbá Nikola Mirotic, Chicago Bulls és Serge Ibaka, Toronto Raptors szerepelhet. A selejtező csoportban található a magyar és a román válogatott is. Utóbbi bővített keretébe több erdélyi magyar kosaras és behívót kapott. Török Roland és Kuti Nándor a kolozsvári útól, Lázár László és Sánta Szabolcs a marosvásárhelyi Maruskákától. Hogy kimaradt közülük a végleges keretben, az később derül ki. A kolozsvári selejtező csoportban még Csehország és Montenegró csapata szerepel. Tálas Huba után Goran Kuzmanovszki szerződést hosszabbított a Székelyudvarhelyi kézilabdaklubbal, aki 2 további évre kötelezte el magát. Az SKC legrégebbi idegenlégiósa, a macedón Goran Kuzmanovszki az előző idényben segédedző is volt, majd Vlad Kábá lemondását követően ő irányította vezetőedzőként a csapatot. Labdarúgók helyett íjászok vették birtokokba a Marosvásárhelyhez tartozó Medgyesfalvi labdarúgópályát. A Maros Solymok klub által szervezett versenyre az ország minden részéről érkeztek sportolók. Az íjászat sportákként 60 éve van jelen Romániában. Először a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem klubjában kezdtek el foglalkozni vele szervezett keretek között. A Marosvásárhelyen szervezett versenyen erre is emlékeztek, de hagyományteremtő szándékkal indították útjára, mondja a szervezőklub elnöke Adrián Avram. Ez ennek a versenynek az első kiadása. Mi rendszeresen szervezünk versenyeket. 2012-ben alakult a klub, 2014 óta vannak versenyeink, évente átlagban 2. Ez lenne az egyik versenyünk, amelyet minden évben meg szeretnénk rendezni, a másik pedig a MAX, a Mures Archery Extreme, amely egy rendkívüli verseny, olyan szempontból, hogy a versenyszámok fizikailag is igénybe veszik az íjászokat.
Az IASZ-nak számos szakága van, az olimpiai játékokon is műsorra tűzött versenyszám csak az egyik a sok közül. Pécsi Levente a hagyományos IASZ-ot kedveli, rendszeresen szokott dobogóra állni. Számára ez érdekesebb, mint az olimpiai változat. Nem mondják meg, hogy mekkora a táv, akármire lövünk, nem ilyen csak körkörös célokra, a teljesen más a pontozás, nem lehet célozni, fellövünk. Ilyen sokkal szabadabb az egész. Izgalmasabb. Nagyon. A klub keretében azonban több szakággal foglalkoznak, és az elnök elmondása szerint abban bíznak, hogy hamarosan Marosvásárhelyi IASZ is kivívhatja az ötkarikás szereplés jogát. Eddig tartott a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok!